Nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a fantasztikus könyvbemutatón, könyvek bemutatóján. Szalóki Ági Körforgás című könyve és lemeze Erdős Virág 4-es-6-os című könyve az, amiről most a következő egy órában beszélünk, verselünk, énekelünk, fantasztikus egy óra elé nézünk szerintem, legalábbis én erre készültem. Nagyon fontos elmondani, hogy ez egy különleges könyv, már csak azért is az Ági-é, mert koprodukcióban készült, és nem megrendelésre. Ez hogy van? Hogyan készült? Hogyan jött az ötlet, hogy létrejöjjön ez a könyv? Kettőtök barátságán múlik ez, hogy Hát ilyen titkos barátságban mindig mi sem tudtunk valahogy mennyire egy úron pendülünk. Mert az igazából mindenféle félreértés a következtében, kicsit később tudtam meg, hogy létezik ez a dolog. De nagyon boldog vagyok, hogy létrejött itt a titokban. Virág verseit ismertem már korábban. És éppen ezért, amikor elkezdtem gondolkodni az új lemezen, akkor eszembe jutott, hogy Virágnak van-e vajon gyerekeknek szóló verse, és nagy örömömre szolgált, hogy találtam honlapján, és akkor hát elkezdtem mondogatni magamban ezt a szöveget. A 4-es-6-os volt? Igen, a 4-es-6-os. Ugye gondolom nem lett meg senkit, hogy mennyire szép zeneiek ezek a szövegek, ritmikusak, nagyon könnyen tanulhatók, humorosak, minden adottságuk kiállt azért, hogy a gyerekeknek megmutassuk, és hogy esetleg megérzenésítsük. Úgyhogy hát így köszönöm a lehetőséget, hogy... Köszönet, hogy megírtad ezt a 4-es-6-os, mindjárt beszélünk róla, hogy miért. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a Magvető kiadó és a Kolibri kiadó együtt dolgozik most tulajdonképpen. Hát ez ilyen, megint csak ilyen látás együttműködés. Hát mi próbáljuk összehozni a feleket, úgyhogy meglátjuk, hogy ez most is működik. Beszéljünk akkor a 4-es-6-osról. Ugye Erdős Virág verseit, aki látja és néz, nyilván rengeteg közéleti verset olvastunk tőled az utóbbi időben, és egy interjúban azt mondtad, hogy amikor az ember felé tűdik az élménnyel, hogy milyen hatása van ezeknek a verseknek, akkor a gyerekek felé fordul. Ez így működik, vagy? Tehát hiszen régen is írtál gyerekeknek, tehát nem feltétlenül. Igen, ez egy ilyen praktikus elem volt az életemben, hogy volt már egy pár gyerekvers, és akkor most ebben az üres időszakban választások előtt és választások után, akkor gondoltam, hogy akkor igen, kicsit békésebb vizekre vezünk, és akkor gondoltam arra, hogy ezt most meg kéne csinálni. De pont az anyukám szokta mondani, hogy most pont erre van az embereknek szüksége, hogy minden van. Olyan telítőtől mindenféle bajjal, hogy jó egy kicsit arra gondolni, hogy akkor azért a villamosok azok még járnak. Alapvetően még. Igen, azért arra kíváncsi lennék, hogy hogyan lesz főszereplője a 4-es-6-os villamos egy versnek, meg egy kötetnek is tulajdonképpen, mert az egyik legizgalmasabb a lemezen a 4-es-6-os zenei világa. Hogyan lesz főszereplő? Tehát, hogy így, mi indít meg téged a 4-es-6-os villamosban? Hát ez abszolút felkérés játszott közrendben is, és a Báb Színház, ugye mindennek az alapja. Egy báb darabhoz kerestek egy történet darabkát, most volt az utolsó előadás egy darabból a Budapest Báb Színházban, amit kifejezetten kortárs költők gyerekverséből raktak össze, egy Macinak egyetlen napját. Tehát egy kisgyereknek gyakorlatilag egyetlen napját, és hiányzott az a rész a történetből, hogy a kismaci villamot utazik az óviba az anyukájában, és akkor erre született gyakorlatilag erre a vers. Úgyhogy ez így van. Ági, számodra? Én pedig azért is éneklen mondom el nagyon szívesen, mert hogy 35 éves elmúltam, és szerintem legalább 33 éve utazom a 4-es-6-oson. Ismerem szinte az utasait, azt, hogy milyen nap mint nap utazni a villamoson, éjjel, nappal, hogy valóban
minden egyes kép, ami a versben szerepel, az nagyon hiteles, és szerettem az életszagú dolgokat, azokat a szövegeket, de azokat a verseket, amelyek az életről szólnak, és hát virág versei között jócskán találunk ilyeneket, úgyhogy nagyon könnyű ezekkel azonosulni. És talán a 4-es-6-os villamos nem csak azoknak szól, akik a 4-es-6-oson utaznak, hanem ennél még szélesebb közönségnek. Úgyhogy, egyébként fura, mert tegnap voltam beszélni, és ott azért, szóval egy picit úgy belém hasított, hogy nekik azért az kevésbé, igen, szóval ez fura, hogy már ezzel, már a címmel így lekerekítünk azért gyakorlatilag egy közösséget, akiknek az mondhat valamit. Igen, de olyan mértékben az utazó közönségről szól, hogy ez viszont minden jár. Hát tulajdonképpen minden tömegközlekedési eszközön látja ezt a sokféle arcot. Én megkérem Mikó Ciborit, hogy mondja el nekünk ezt a verset, hát ha van a közönségben olyan, aki még nem hallott, hanem olvasta. Egy bátorító tapsot szeretnénk kérni, Bori. Erdős virág, 4-es-6-os, akármilyen büdös sáros, mégiscsak jó hely a város. Nem kell ide-oda futni, bárhová el lehet jutni. Kész kaland az életed, ha nálad van a bérleted. Akinek bejön a retro, tessék annak ott a metró. Aki inkább tili-toli, arra vár a teli-troli. Sőt, aki nem győzi szusszal, utazhat felőlem busszal. Ám de aki vakmerő és vidámságra hajlamos, annak jobban megfelel a 4-es-6-os villamos. Ez aztán a fura látvány, állunk egymás hegyén hátán. Tolakodni nem ér, Vili? Tele van velünk a Vili. Egy pár okos butasok, ilyenek az utasok. Vannak köztük egész inkább, jobb is odébb menni inkább. Szenvedélyes kenyökölők, a szemükkel öldökölők. Puccosak és piccesek, mondjuk azok viccesek. Ellenőrök, áruhások, komplett mobilmániások. Trógerek meg brókerek, ránézésre jó fejek. Vonatjegyre kalapozók, nehéz szívvel adakozók. Ülőhelyhez reklamálók, pont az ajtó elé állók. Ez a világ során borong, az a föci dogán szorong. Isisek, meg kimisek, mindenféle dilisek. Egy baj van csak, az az ábra sokkal jobb ülve, mint állva. Téblábolunk ide-oda, hú, de elülnék, de hova? Folyton ezen fő a fejünk, ezt a mázlit, ott a helyünk. Le is ülünk szépen csendbe, anya háttal, én meg szembe. Szaladnak a fasorok, én meg persze sasolok. S ha tudnátok, miket látok, távol maradna a szátok. Látok ezer tarka képet, OTP-t meg Prima P-ket. Látok bioboltot százat, meg egy nagyon öreg házat. Mekit is, meg Burger King-et, pultos, de hogy kitekinget. Fenn egy óriás nagy plakátot, lenne egy alvó nagy kabátot, stop táblához kötött tacskót, lábra kapott nylon zacskót. Látok szépet is meg rondát, lehagyjuk simán a Hondát. Hogyha kérdi bárki nos, nincs jobb, mint a villamos. Ahogy ígértem, még sok-sok verset és dalt hallhatnak majd a következő egy órában. Nem csak, hogy arra érdekes, hogy érezni a tági hatását a versmondáson, mert ez a spicces, hát ezt te mondod így, ilyen kis sikkom-sikkom vagy. Fontos arról beszélünk, hogy miért ilyen a kép ennek a kötetnek. Úgy értem, hogy írott szöveg, úgy értem, hogy izgalmas kis rajzok, és nagyon mókás rajzok, mert a szövegben is ott vannak a kis ábrák. Hogyan született ez a kötet? Hát eredetben lett volna ennek egy illusztrátora, aki viszont megcsinálta maga könyvét, most nem árulom, mert nem kitalálta, hogy ki az, akinek most szintén megjelent egy gyerek kötete a könyvétre. Szóval igazából összeférhetetlenség keletkezett a két dolog között, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor én most
nem várok tovább, és leültem, és megrajzoltam az egészet. Hogy akkor igen. Én most megrajzolom? Igen, igen, hát akkor nagyon szorított az idő, egyáltalán lehetetlenségnek tűnt első pillantás, hogy ebből könyv lehet. Ezért kellett gyorsan sietni, siettem, beszaladtam a kiadóba, hogy kész volt, és akkor annyira nagyon helyesek voltak, hogy rá is borítottak, és elintézték, hogy az még valahogy bekerüljön a könyveti listára, és hogy minden kalapoljon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Morcsányi Gézának, Király Leventének, a szerkesztőmnek, a Pintér Józsefnek is nagy szerepe van, aki a nyomdai előkészítő szerepét kapta most ez esetben, és ő is nagyon nagyon sokat segített, hogy ez egy kívánt dolog volt. Az előbb említetted, hogy a 4-es 6-os ugyebár színházi felkérésre született, neked a színházi közeg az nagyon fontos, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire tartott fontosnak, hogy mindez, amit a színház neked adott, az visszajön bizonyos verseidben, mert arról aztán majd beszélünk, hogy a kötet többi verse, mint valamilyen indítatása felkérésre született. Hát ezen még nem gondolkoztam, de úgy általánosabban érzem, hogy sokszor az fontos úgy írni a szöveget, hogy elgondolni, hogy ez egyszer előadásra kerül, még csak akár egy versmondás erejéig is, tehát tudni, hogy azt a teherbírását igazán eltalálni, hogy ne legyen unalmas, és meg legyen a dramaturgiája még akár egy versnek is, ahogy egy bábdarabnak, és meg egy gyerekeknek szóló bábdarabnak, szóval az a legnehezebb ébren tartani egy kisgyerek figyelmét, úgyhogy ebben biztos, hogy segített a és azzal, hogy a közönségben ülő gyerekek figyelmét is ébren tartsuk, jöjjön most a reggel, Gáspár Noémit kérem szépen ide. És ugye ebben a színházi dolog mennyire, hogy mennyire izgalmasan kijön ez, érdemes ebben a versben. Erdős virág, a reggel. Ez a reggel szerintem egy elég fura állat. Egész korán kell és rögtön felveri a házat. Azzal kezdi a napot, hogy én még vígan alszom, nagy fülével pofozgatja pimaszul az arcom. S mire kint már javában a kemény tojást főzik, egész randa pofájával oda dörgölődzik, felugrik az ágyamra és lehúzza a takarót, de ahhoz már tilinkó, hogy behozza a kakaót. Ide-oda nyargalászik, csapkodja az ajtót, becsempészi apának a klotyóra a sajtót. Elcsolja a szemceruzát, megrágja a végét, üdözzokni gombócokkal dobálja a tévét. Egytől egyik minden vicce rettentően buta, mint például, hogy bedugja az orrába a vitamint. Nem érdemes hozzá túlzott reményeket fűzni, az se bánja, ha a nyakán csurog le a műzli. A kérik szelít szóval épp, hogy oda sandít. Kár ráadni, lerúgja a lábáról a szandit. Nincsen benne felelősségérzés, bármi furcsa, ott szaladni, szájában a külső kapu kulcsa. Azt se nagyon izgatja, hogy mit szólnak a dadusok, ha hiába várnak rám, az ovival az ovisok. Elvonul a vackára, ott mordul még egy párat. Mondom, ez a reggel, ez egy elég fura állat. Mennyire fura állat, azt meglátják a kötetben, nagyon édes állat született hozzá, nekem az egyik. Igen, csak a vers mondásnak a történetéhez tartozik, hogy állítólag problémák voltak. Hogy volt, hogy a versmondó versenyen nem engedték ezt elszavarni, mert hogy csúnya szavak vannak benne? A jelen szavak miatt nem engedték az iskolai kinyitudó elmondatot. Melyik az? Melyik szó? Szerintem az állat. Klotyó állítólag slang szónak számít, a pop-popiát is szerintem egy ilyen necces dolog lehet, pop-popiát, nem? Akkor a klotyó volt, ami kiütötte a biztosítékot. Ebben az évben a papopál ütötte ki a biztosítékot, mert ugye az még nem való egy harmadikos. Minden évben valahogy sikerül a versválasztáshoz. Vasa Albertet kell választani, és akkor így van. Menjünk akkor tovább. A fontos, hogy van még egy erdős virány vers a lemezeden, és a könyvben is. Az alatt, tehát hogy ahhoz nem írtál zenét, vagy nem nincs zene, de miért? Ez miért tisztán szívedet?
A lemezen szerepel egy két vers József Attilától, és az egyik az József Attila Istenem című verse. Már régóta dédelgettem a gondolatot, hogy ebből csinálunk egy dalt, és úgy éreztem, amikor rátaláltam Virágnak a Segítenél című versére, hogy ez nagyon szépen rímel az Istenemhez, vagy Istenemre. És hogy szerettem volna, hogyha szerepel egy olyan vers a lemezen, ami nem énekelek, hanem amit csak valaki elmond. És egyszerűen egészen egyszerűen ezért így alakult. Tehát nem gondolkodtam azon, hogy ezt elénekeljem. És nagyon bízom abban, hogyha ezt meghallják a gyerekek, akkor hamar megtanulják, és biztos, hogy sokat segít nekik ez a vers segítségről való gondolkodásban is. Van konkrét történet ennek a Segíteni? Tehát valami előhívta, vagy egyszerűen a gyerekek számára fontos ez a Segíteni tudás? Hát igazából ez is egy bábdarabhoz kötődik, egy másik bábdarabhoz, ahol ezzel úgy meg voltak adva, hogy mint eredetileg ezek ilyen fordításnak, arra voltam én felkérve, hogy javítsak a fordításon, de aztán ezek ilyen önálló versek kerekedtek mégiscsak. De ez a téma az meg volt, akkor dal a segítségével, aztán ez volt a feladat, amit meg kellett oldani, és akkor ez mennyire inspirált téged, és akkor egyúttal beszéljünk még a Pimpári előtt egy újabb versre készült Sára Ildikó rövidesen, hogy hogyan hatnak rád, hogyha így megkérnek bizonyos helyről, de valamit észrevesz, és úgy érzed, hogy arról fontos, vagy ahhoz fontos neki csatlakozni egy ügy. Hát nekem valahogy ezek minden. De egész életemre ez egy fontos dolog volt, hogy mindenféle felkérések vannak, vagy ilyen feladatok, tehát ilyen iskolai penzumok, és akkor azt meg kell oldani, az nekem mindig segít, hogy akkor nem csak így a vakvilágba írogat az ember, hanem van egy feladat, és akkor azt az ember mégis úgyis a maga módján oldja meg, sőt, próbálja olyan nagyon extravagáns módon megoldani, és akkor ez ugyanolyan, úgyis az ember azt írja meg, amit fontosnak gondol, meg amit amúgy is írna, de az jó, hogyha valaki várja azt a bizonyos írást. Mindjárt beszélünk arról, hogy tartalmilag mit üzennek, vagy miért fontosak ezek a versek, bár ezt nyilván gondolta a szerző probléma, vagy gondolta a fene probléma, de beszélünk erről egy picit. Egy újabb vers következik, a Pimpári és Vakvarvucskából egy részlet. Előbb hallgassuk meg. Fontos, mondd el kérlek szépen, hogy ki legyen. Sára Ildikót szeretnénk megkérni, és közben szeretnénk is megköszönni a jeltolmács munkáját, aki segít nekünk. Hogy Sára pontosan értsen mindent, Sára nagyot halló, és én vele egy versklubban, van egy Budapest versklub, az ő vendégeink voltam egyszer, vendégük voltam egyszer, és akkor nagyon, nagyon jó emlék volt számomra, ahogy ők amilyen lelkesedéssel mondanak kortárs verseket, és köztük volt Ildikó is, aki a Pimpári és Vakvarucska című darabból mondott egy nagyon picike részletet, de ez a rész pont, amit mondott, az megegyezik azzal annak a versnek a részletével, ami a kötetbe is bekerült. Odaadom akkor a mikrofont. És úgy fogja elmondani nekünk a verset, hogy közben jelenbe mutatja is, és ez nagyon érdekes, hogy nagyon figyelünk, akkor megtanulhatjuk, hogy mi a szeretetnek az egyik jele, jelelve. Mert ugye a szeretetnek több jele van, több kész jele van jeleléssel. Ez az egyik, amit majd kifigyelhetünk. Lelkész virág, Pimpári és Vakvarjuska. Részleg. Furán hangig belátom, királylány, ha barátom. Hogyha van egy legyább hetünk, elég gyakran beszélgetünk. Én kérdem, ő válaszol, vagy a mesja róla szól. Szép az orra, szép a szeme,
Pimpária keresneve. Aranyhaja csokkakomba, hogy ne legyen bogi a forma. Ajkarumpin, bőr a márván, kicsi pokrémmal egy állán. Családja is elég király, megkap mindent, amit kíván. Békében él, gyerekedbe, jó dolgokkal, jó a kedve. Szóval ez a kicsi felség, szimpatikus egy jelenség, valóságos tünemény. Pont olyan, mint te, meg én. Mi baj van, csak éppen alszik. Ha felkeltük, meghagyjuk. Arról azért még egyszerűen, hogy mi a különbség az a vers, és, a, és aztán később színdarab lett a Pimpár és Varjúcskából, és egy gyönyörű köntetéstől más a mondani valója, vagy kiegészítetted, vagy átalakítottad, ha más lett. Egy kicsit meg is mit az, hogy akkor valaki megfigyelte, mi a szeretetnek az a bizonyos egyik. Én most nem láttam, de mintha valami ilyesmi lett volna. A szeretet jelé... Igen, valahol, tehát ami a puszi valahogy benne van. De ez akkor így? Tehát ez a szeretet lesz, akkor most megtanulhatjuk. Hát az utcán egy-egy egyezményes. Igen, amikor. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt ott mutatja is a Vildikó. Tehát így a középsúlyunkat és a hüvelyeket össze. Jó, igen, én is. Akkor köszönjük szépen, Ildikó, hogy megtanítottad nekünk. Szóval ez a két dolog, igazából az a verses mese volt meg elsőre, ami most ebbe a könyvbe is bekerült, az íródott egy pályázatra, akkor az egy ilyen önkéntes bevállalás volt, de ez teljesen bizonytalan maradt. De minden esetre arra jó volt, ugye én szeretem ezt a verses mesét is, és én hittem benne mindenféle bizonytalanság ellenére. És aztán, amikor a Kabolca Bárszínházban, ez egy veszprémi kis bárszínház, megkértek, hogy írjak egy bárdarabot, akkor eszembe jutott, hogy ebből lehetne valamit, ezt valahogy fel lehetne turbozni, vagy tuningolni. És akkor igazából itt egy szereplő, Pimpár és Varjúcska tulajdonképpen egy szereplő, ott két külön szerepet választottam, tehát a Pimpár és szerelme, a Varjúcska. És egy nagyon fontos társadalmi mondani valója van ezért ennek. Most nem tudom, hogy gyerekek számára mennyire elhelyezni, de egy egészen más közegből érkezik Varjúcska, mint én. Igen, de azért, hogyha meggondoljuk, akkor a legtöbb népmesében is az így van, szóval a királylányok azok általában a szegény juhászboltárban szeretnek bele, úgyhogy azért ilyen alapon azoknak is megvan a maguk társadalom kritikája, úgyhogy ez igazából ezeket a hagyományokat is követi ez a mese. De minden esetre ez köti össze őket. Ezt most próbáltam úgy elkülöníteni, hogy itt Pimpár és Varjúcska kis vével, a darabban pedig nagy vével van a Varjúcska. De teljesen más történet, és egyébként más változó. Akkor most átmegyünk a lemezhez és a Körforgás című kötethez és Ágihoz. Következzenek most dalok, két dal egymás után. Az egyik a Macskapiac, a másik az Esődal. Biztosan van fontos, így előzetesen valami fontos mondás ezzel kapcsolatban, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan találnak a hangzásra. Tehát, hogy én folyamatosan, amíg hallgattam a lemezt, miután elolvastam a könyvet, és ezt írtam is neked talán, hogy van valamilyen képünk a versekről, valami kialakul bennünk a kötetről, valami kohézió is van benne, egy fontos irány, de hogy megszólalnak, és valami egészen meglepő dolog kerekedik ki belőle. Számomra ezek a dallamok voltak a legevidensebbek. Nyilván mindenkiben más és más zene születik meg. Azokat a verseket választom ki megzenésítésre, amelyekről leghamarabb eszembe jut a dallam. De azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha belecsapunk a húromba, a zenésztársam Csókás Zsolt.
Macskát veszek, macskát adok. Macska benzinapos vagyok. 20 az ára, ne költsetek vasmacskára. Van egy pipám, egy kalapom. Csóri Sándor versét hallották, és a cigány nyelvű verszakot pedig Baló Gusztáv írta. Gyertek, most mi leszünk az eső, elvarázsolnak benneteket, és esőt csinálok, jó? Felnőtt eső is vannak, esőcseppek, gyertek! Vannak gyerekesők is. Gyertek, mondjátok, jó? Sik a ső. Sik a ső.
horgán, már a reményünk is pottán. No de azért vigye ördög üsse kör, csak kibírjuk valahogy tán. Sik a ső, sik a ső, bárhogy esik az eső. És kisüt a nap, és keletkezik az égerek. Szerintem a hátsó sorban is hallották azt a gyönyörű kis gyerekhangot, ami itt a szőnyegen rajzolás közben hallatszott. És tudom, hogy ez az édes kislány szerepel a lemezen, Ági, kérlek, hogy mutass be, és úgy tudom, hogy szeretne egy verset is elmondani. Igen. Limberger Eszrának hívják ezt a kislányt. Gyere, Eszra! És születése óta ismerem. És az Eszrus énekel is a lemezen, méghozzá halandzsa nyelven improvizál egy gyönyörű szép dalt. És a vers, amit most mondani fog, az a címadó vers, Szabó T. Annak Körforgás című verse. Hogy mondod, Eszrus, mi mikrofonban, vagy pedig inkább csak anélkül? Mindegy? Ugye? Zöld mezőben barna ló, barna lóban zöld mező, kibújban csikó, barna lóban fejtező, kibújik a kis csikó, bebújik a zöld mező, és csikóban barna ló, barzőben egy kező. Mindenképpen beszéljük még a kötet egészéről és a lemezről is, hogy hányféle dalavilág, vagy hangulat, vagy hányféle név jelenik meg ezen a lemezen? Népzene moldvai található benne, a Lányok-lányok kezdetű dal, illetve afrikai dallamok is szerepelnek, például Maliból, amihez Jónás Tamást kértem meg, hogy írjon szöveget, és ezen kívül Tamkós Irató Károly Kongó volt című verse után, pedig egy a Kongóban élő pigmeusok éneke csendül fel, amit egyébként nagyon könnyű megtanulni, csak annyi, hogy pattoé, pattó, pattoé, pattó, pattoé, pattó, pattoé, 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 pattó, pattoé, pattó, pattoé, pattó, pattoé, pattó, pattoé, pattó, pattoé, vagyok. És a Pakula című vers? Pulakú. A Pulakú, ez egy tradicionális mali dal, és sokáig nyomoztunk, hogy vajon mit is jelenthet a szövege, mi ez egyáltalán, hogy Pulakú, még végül megtaláltuk az interneten, hogy az Afrika több országában egy törvény, tulajdonképpen egy erkölcsi törvény. Lovagiasságot, udvariasságot, erényességet jelent magyarul. És ahogy egyesek a tíz parancsolathoz, a
vagy más törvényekhez tartják magukat, úgy Afrika bizonyos országaiban a pulakúhoz, és bár a vers, amit Jónás Tamás írt, még mindezek is ismerete nélkül, az egy szerelmes tavaszi, de mégis úgy érzem, hogy az a szépség az úgy a pulakúhoz illő, úgyhogy végül is az egy nagyon-nagyon szép dolog ez a pulakú. Valakinek próbáltam elmesélni, hogy mi minden tartja össze ezt a kötetet. Mondtam, hogy annyi minden megjelenik benne, ami a mi világ, tehát hogy a mi érzelmeinkkel kapcsolatos. Ahogy mondtad, a szerelem, a József Attila vers, szóval egészen elképesztő, hogy ez a körforgás, ez nem csak ugye a címadó vers, hanem hogy valami az életünk körforgása ez a kötet, legalábbis számomra. Igen. Aztán amikor azon gondolkodtuk, hogy mi legyen a... Beszélek többes számban, nem azért, mert hogy Királyi többes használok, hanem azért, mert hogy a zeneszerző társam Fengesi Márton nagyon aktívan segített nekem abban is, hogy mi is legyen ennek a könyve, zenés könyvnek a tartalma, hogy hogyan tálaljuk, miről beszélünk benne, vagy legalábbis meghallgatta, miről én gondolkodtam, és gondolkodtam, hogy mi legyen a címe ennek a könyvnek. Kizárásos alapon választottuk a körforgást, hiszen a kötetben szereplő versek címei, például Zsolti, a számítógép szerelő, akkor vicceltünk ezzel, hogy megjelent Szalóki Ági Zsolti, a számítógép szerelő című könyve. Nem jó. Megjelent Szalóki Ági Istenem című könyv. Szép, de nem annyira szerencsés. És a körforgásról meg úgy éreztük, hogy majd jó lesz, mert elgondolkoztató, érdemes, vagy alkalmas arra is, hogy beszélgessünk életről, halálról, az idő múlásáról, a természet változásáról, és így van. Szabó T. Anna nagyon szép meséket írt a körforgásról, minden mesében megjelenik a körforgás, de más és más formában. Térjük akkor vissza Erdős Virághoz, lesz még dal a programunk vége felé. Jöjjön most egy olyan vers, a 18 tojás, amit a Dányi testvérek mondanak el, adom is a mikrofon, és a virágot megkérem, hogy meséljen erre. Jól hagyjuk, hogy elmondják, és akkor utána elmondjuk, hogy nem. Jó. Akkor gázzunk itt tovább a kíváncsiságot. És akkor Dáci Jolándot, Dáci Renátot, Martint és Julist fogjuk hallani. Tizennyolc tojás. Ebben a tojásban van egy kis tó. Ebben a tojásban esik a hó. Ebben a tojásban szélvi hardul. Ebben a tojásban szöszög a nyúl. Ebben a tojásban csodára várnak. Ebben a tojásban gyöngyúkot várnak. Ebben a tojásban lakik egy gyomlát. Ebben a tojásban kátfolt a omlát. Ebben a tojásban nincs más a gomba. Ebben a tojásban kecsik egy gomba. Ebben a tojásban se só, se zsír. Ebben a tojásban valaki sír. Ebben a tojásban kiment a villan. Ebben a tojásban késed a villan. Ebben a tojásban rántott a tesznek. Ebben a tojásban nagy bajok lesznek. Ebben a tojásban lapul a rém. Ebben a tojásban voltam a rém. Azt kell tudni, hogy nagyon sokunk barátai ők, mindannyian, és nagyon szeretjük őket. A versről pedig azt kell tudni, hogy egy momés projekthez kapcsolódik. A momén a
Móri Nagy Andal Egyetemen van egy Ecolab nevű csoport, akik mindenféle nagyon klassz projekteket visznek végbe a Bozba völgyében. És most a legutóbbi ötletük az volt, hogy a Bozba Szilasi Általános Iskolában szeretnének egy alkotóházat létrehozni. És ezt, erre azt találták ki, hogy kéne egy kis füzetet összeállítani ottani Bozba Szilasi Általános Iskola első osztályos gyerekeknek a rajzaiból, amire ezt kitűztek egy külön feladatot, arra kérték meg ezt a 17 elsős kisgyereket, hogy minden nap menjenek ki az udvarra, az iskolaudvarra, és nézzenek fel az égre, és rajzolják le azt, amit látnak. És akkor ebből született egy ilyen kis felhőrajzokat tartalmazó kis füzetecske, és megkértek 4 kortárs írót, költőt, hogy írjanak ezekhez szövegeket, és akkor ebből összeállt egy kis könyvecske. És a kortárs költő közt voltam én is. Nekem 4 versike jutott, az egyik volt a 18 tojás, nagyon furcsa volt, mert igazából felhőket rajzolt le az a Tibi nevű kisfiú a Bozba Szilasi Általános Iskolából. Felhőket rajzolt, és mégis abszolút ilyen 18 tojásnak tűnt, úgyhogy nekem ez jutott az eszembe erről. És a dolognak a lényege az, hogy ebből a kis kiadványból, ami most megy majd nyomdába, abból azt szeretnék elvinni mindenféle lehetséges szponzoroknak megmutatni, és egy kicsit ezzel inspirálni őket, hogy támogassák ezt a nagyon klassz kezdeményezést. Ennek a programnak a keretében még további versek is van. Tehát, hogy igen, és akkor ezt pont most kellett megérnem ezt a 4 verseket, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor ezekhez rajzolok, megrajzolom a magam illusztrációját, és akkor belekerülhetnek a könyvbe, és akkor egy picit így több nyelvű is próbál lenni ez a könyv, tehát nem csak a magunk kis budapesti világát próbáljuk megeleveníteni, hanem egy kicsit szélesebb Magyarországon gondolkodunk. Még egy dolog, mielőtt egy újabb dal következik, az Zsolti, jó? Hogyha már emlegetted, akkor legyen a Zsolti ugye. De a virágot még azért szeretném azt, hogyha arról beszélnénk, hogy mennyire, szerinted mennyire fogékony ez a korosztály, akiknek szántad egyáltalán, melyik ez a korosztály, akinek szántad a kötetet, mert szerintem szülőknek is mindenképpen, de hogy mennyire fogékony arra a mondani valóra, ami neked a közértüléseidben is megszólal, hogy figyeljünk azokra, akik körülöttünk vannak, figyeljünk azoknak, nehezebb az életük, mert azért ezekben a versekben az ember újra és újra elolvas, ezek átcsolnak. Hát én nagyon kicsit érintőlegesen szóval nyomasztuk egymást, mindig még halára, még a gyerekverseken keresztül is. Tudom, ez az összesen kicsikodás is megértelni. Persze, hát ez fontos, hogy ne ahhoz a fajta hagyományhoz tartsuk magunkat, hogy a gyerek világában minden szép, minden jó, és minden csilingel, és minden ragyog, hanem ugyanúgy egy gyerekvilág, és ugyanolyan színes, és ugyanolyan nagy kérdések állnak elénk, mint amilyennek kell majd a felnőtt korunkban találkozunk. Csak egy kicsit azért szerintem a viszonyunk mégis ezekhez. Nyitottabb a közönség. Talán mind a felnőtt időnként. Ez kapcsolatban akartál valamit? Igen. Ez nagyon rímel arra, ahogyan én gondolkodom, vagy ami szerint összeállítottam a lemezanyagát. Akkor most következzen az egyik legnagyobb meglepetése a lemeznek, a Zsolti számítógépszerű. Igen, ezt a lemezen körülbelül 6-7 magammal énekelem, mint egy asszonykórus. És arra gondoltam, hogy mivel kiderült, hogy nagyon jól tudtok pigmeus dalokat énekelni, hogy hát, hogyha ezzel is van kedvetek megpróbálkozni, csak énekeljétek utánam, jó? Garaci László verse. Bekapcsolom a gépemet, bekapcsolom a gépemet, zirágján, zörögjön, letöltöm az e-mailemet, letöltöm az e-mailemet, csirágján, csörögjön, ha lefagyik, én felhívom,
javít, csak í, amit múltkor elrontott, elrontott. Javít, csak í, amit múltkor elrontott, elrontott. Elhozza, de elhozza vinyóját, vinyóját. Elhozza, de elhozza vinyóját, vinyóját. De sokat kér egy órára, nem jóját, nem jóját. De sokat kér egy órára, nem jóját, nem jóját. Újra húzza a gépemet, a Zsolti, a Zsolti. Újra húzza a gépemet, a Zsolti, a Zsolti. Cserébe a képeimet letölti, letölti. Cserébe a képeimet letölti, letölti. És már nagyon jók vagyunk, most már tiszta asszonykórus vagyunk, még a férfiak is nagyon ügyesek az asszonykórusi szerepben, és most a zsebkendőnket is egy kicsit leengedjük, azt mondjuk, mikor végre lelép Zsolt a lakásból, lakásból. Mikor végre lelép Zsolt a lakásból, lakásból. Ne teszhetek vakulásig látástól, látástól. Ne teszhetek vakulásig látástól, látástól. Mikor végre lelép Zsolt a lakásból, lakásból. Mikor végre lelép Zsolt a lakásból, lakásból. Ne teszhetek vakulásig látástól, látástól. Ne teszhetek vakulásig látástól, látástól. Na hát ez egy ilyen kis gag. Nem szerettem volna, tulajdonképpen mondjuk ez egy csak egy ilyen kicsit titok, hogy nem szerettem volna rátenni a lemezre ezt a dalt, mert egy kicsit túlzásnak gondoltam, de a Marci mondta, hogy ez szerinte vicces. Jó, kérjük szépen még egy dalt, az Interurban. Jó? És aztán még a Virágot megkérem, hogy mondjon egy verset. Na, ez pedig egy olyan, hogy azt mondom, hogy ez egy igazi telefonkagyló, benne a tenger mondja, hogy halló! Hát ezt már tudjátok is. És finoman, óvatosan ráteszem a tenyerem.
és hallom, zúg a hullám. Ez a hívás interurbán, ingyen szól, és csak nekem van egy saját, van egy saját, van egy saját. Közeledünk a könyvemutató magvető és a Kolibrik kiadó könyvemutatójának a végéhez, de még van egy nagyon-nagyon klassz vers, és ha bírják még a meleget, még lehet, hogy az Ágit megkérem, hogy a Téli utcát még énekelj el, jó? Jó? Hogyha bírják még? Igen. Meleg van, jó idő van. Akkor egy szuvenír Erdős Virágtól. Ez a kis versek, ez olyan kis ajánló, úgyhogy ezt gondoltam ide a végére. Ez igazából egy Léna nevű Brett-szindrómával élő kislánynak a kedvéért született ez a vers. Úgyhogy eredeti változatában Lénára futott ki a rím, de aztán ahogy betettük ide a könyv első darabjának, ezért megváltoztattuk, és igazából neked lesz majd az utolsó szó, hogy mindenki magának éreztesse, de azért az alapvetően Lénának született ez a vers. Szuvenír. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, neked is, nekem is emlékül, lázad az ember, de egyszer csak hirtelen mindennel megbékül. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, jobb, mint a jó dolgok zöme, és több, mint a semmi, de nanához kevesebb is, mint egy ölelés. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, kilóra se sok az igaz, nincs minden kérdésre válasz, de van minden bánatra vigasz. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, bejártam érte a világot, hozhattam volna pedig akár hűtőmágnest is, vagy virágot. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, szokatlan kissé, de pláne bosszantó lenne, ha dacosan intenél felém, hogy á, ne. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, szívemből kitépett pecni, nem gond, csak szólok, ha idővel eltalált, teszem azt veszni. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, nem nagy szám, azt mondják, lehet. Kit izgat, ha közben figyeled, bele van írva, hogy neked. Még egy nagyon fontos dolgot nem kérdeztem. Van-e kérdésük? Mert könyvemutató végén azért illik megkérdezni a közönséget, ha van valami olyasmi, amiről nem beszéltünk, és gyorsan megkérdeznék. Nincs? Akkor még egy dalt kérünk. Ez pedig Gánti István versem, Tél utca 38. Egyszer aztán nem volt, elutazott innét, nem
Hallja a szél már mindig tiszta ingét. Kidobtuk a dömpet, más élet a pálya, s megőszült a hajni mosolygós papája. Én volnék a régi tél utcai gyermek, faggatom a néma 30 éves kertet. Megnőttek a bokrok, idegen a pázsit, de még ma is gyakran ott látom a bácsit. Szalukiági körforgás, Erdős Virág 4-es, 6-os. Én itt nagy boldogságomban nem mutatkoztam be, Ola Andrea voltam, rádiós újságíró vagyok. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy együtt töltöttük ezt a délután. Szerintem nem felejtjük el. Köszönjük szépen!